A Paksi Atomerőmű ZRT sajtótájékoztatóján a vállalat vezetői számoltak be arról, hogy az Euratom előírásainak megfelelően bejelentették az Európai Uniónak a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbításának megkezdését. Kis Csaba, az MVM ZRT termelési vezérigazgató helyettese elmondta, a hazai energetikai célkitűzések között szerepel az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, továbbá a széndioxidmentes energiatermelés elérése a megújuló energiaforrások együttes alkalmazásával. A Nemzeti Energia Stratégia sikeres megvalósításának az MVM csoport és az MVM csoport pilléreként pedig a Paksi Atomerőmű az egyik fő letéteményese. Az MVM csoport energiatermelő tagváltai meghatározó szilárd pillérként támogatják a tulajdonosi és stratégiai elvárásokat és azok teljesítését, és jelentős mértékben járulnak hozzá a vállalatcsoport eredményességéhez a stabil és megbízható villamos energiatermelés biztosításával. A vezérigazgató helyettes hozzátette, a folyamatos fejlesztéseknek és a stratégiai akciók sikeres végrehajtásának köszönhetően az MVM csoport villamos energiatermelése ma már 83%-ban karbonsemleges. Elmondta, ezt az arányt tovább kell növelni, hiszen a karbonsemlegesség mindannyiunk közös érdeke. Az MVM csoport termelési jövőképe alapvetően egy négyes célrendszert követ, atomerőmű kapacitások fenntartása, megújuló portfólió bővítése, rugalmas eszközökbe történő beruházás és a fenntartható energia átmenet biztosítása. A Paksi Atomerőmű az elmúlt 40 évben a magyar villamosenergiaellátás alappillére volt. A Paksi Atomerő blokkjainak kiemelkedő magas 90% feletti rendelkezésre állása azt mutatja, hogy az atomerő termelése kiszámítható, megbízható, amely az erővet üzemeltető szakember gárda kiemelkedő hozzáértését és tapasztalatát bizonyítja. A magyar állam tulajdonába álló vállalatokként kötelesek vagyunk a ránk bízott közvagyonnal való felelős és fenntartható gazdálkodás. Tulajdonosként ezért is tekintjük stratégiai kérdésnek a világszinten is elismert biztonsági és rendelkezésre álló mutatókkal bíró MVM Paksi Atomerőmű üzemeltetésének a meghosszabbítása további 20 évvel. A Paksi Atomerőmű blokkjainak tervezett üzemidejét eredetileg 30 évben határoztak meg. A 2002 és 2017 között végrehajtott üzemidőhosszabbítás eredményeként a blokkok további 20 évre kaptak üzemeltetési engedélyt. A további hosszabbítás azt célozza meg, hogy az üzemidőt újabb 20 évvel kiterjesszék, tájékoztatott Horváth Péter János, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója. Egy cég értékében a jövő lehetőségei is beépülnek, így a tervezett élettartam hosszabbítása is. Ezért aktívan készülünk a jelenleg engedélyezett üzemi élettartamunk további 20 évvel történő meghosszabbítására, azaz 2052-57-ről beszélünk itt már. Ugyan még nincs itt az év vége, de nagyon közeleg. Ennek fényében is igyekszünk, dr. Kis Csaba vezérigazgató helyettes úr által is említett, az üzleti terven kitűzött célok elérésében. Bízom benne, hogy pár hét múlva már erről az eredményről is örömmel fogom tájékoztatni a tulajdonosokat és önöket egyaránt. Ahhoz, hogy az ellátás biztonságát is garantálni tudjuk, hosszabb távra is tervezni kell. Amikor szakértőink olyan országok képviselőivel tárgyalnak, amelyek saját energiakosarukban eddig még nem alkalmazták az atomenergiát, akkor mindig figyelmeztetik őket, hogy egy reaktor működtetése teljes embert kíván. Nos, mi is 24 órában, 365 napon keresztül folyamatosan figyelemmel kísérjük a reaktor üzemmenetét, így szolgáljuk a hazai fogyasztók érdekeit, teljesítjük fogyasztási igényeiket. Ez egyfajta szolgálat. A gondos gazda és a felelős üzemvitel azt is jelenti, hogy ezt a termelőképességet a lehető leghosszabb ideig legyünk képesek biztosítani a nemzetgazdaság részére. A vezérigazgató elmondta, 2019-ben a Paksi Atomerőmű ZRT stratégiai célként határozta meg a további üzemidőhosszabbítás lehetőségeinek vizsgálatát. Ezek gazdasági, műszaki, jogi, humán és környezeti szempontból értékelték a terv lehetőségét és gazdasági megtérülését. Megvalósíthatósági tanulmányok kizáró műszaki vagy jogi feltételt nem találtak, a gazdasági elemzések pedig megállapították, hogy üzleti szempontból megtérülő a vállalkozás.
A legfontosabb előny, hogy nem kell új erőművet építeni, vagy erőművi blokkot, egy már meglévő és működőképes létesítmény segítségével állíthatunk elő további 20 éven keresztül villamos energiát. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése, az elkerülhetetlen rekonstrukciók, fejlesztések végrehajtása arányaiban jóval kisebb beruházást igényelnek, mint bármely új erőmű építése, üzembe helyezése. Előnye, hogy a klímacélok teljesítését is támogatjuk. A régió foglalkoztatását továbbra is közel 4000 saját munkahelyel gazdagítjuk. Az atomerőmű további működtetése természetesen támogatást jelenthet a helyi közösségek és a társadalom számára is. Cibula Mihály, az üzemidő hosszabbítási projekt vezetője elmondta, nincs olyan ismert körülmény, amely kizárná a sikeres üzemidő hosszabbítást, így nem számítanak arra, hogy az Európai Unió nemet mond a kérelemre. A projekt ütemterve szerint a környezetvédelmi engedélyek megszerzésére 2027-ben kerül sor. Az üzemeltetési engedélyeket megfelelő műszaki megalapozottság esetén 2032, 34, 36 és 37-ben kaphatják meg a blokkok. Tájékoztattak arról is, hogy az Atomerőmű ZRT számára törvényben előírt 2 évi üzemanyagkészletet a jövő év folyamán 3 évnyire növelik. Ennek célja a bizonytalanság csökkentése, a folyamatos termelés biztosítása és az ellátásbiztonság növelése.